Tartsa be a kormány a nyugdíjtörvényt, és szeptember 1-től 40%-kal emelje meg a nyugdíjpont értékét. Erre hívta fel a figyelmet Liaul Guca Vasilescu, PSD és parlamenti képviselő, volt munkaügyi miniszter. A Szociáldemokrata Párt központi székhelye előtt tartott sajtótájékoztatón Liaul Guca Vasilescu hangsúlyozta, az elmúlt 30 év legfontosabb műveletének a végén járnak, ami a nyugdíjasok jogainak védelmét illeti. Az alakulat nyugdíjas szervezetének képviselői önkéntesek bevonásával ugyanis másfél hónap alatt 803.640 aláírást gyűjtöttek össze. Ennyien látták el kézjegyükkel azt a petíciót, amelyben a nyugdíjpont 40%-kal való emelését követelik a kormánytól. Discută despre emiterea unei ordonanțe de urgență. A kormány szintjén egy olyan rendelet elfogadásáról beszélnek, amely veszélyezteti a nyugdíjtörvényt azáltal, hogy nem lesz 40%-os nyugdíjemelés. Felhívjuk a kormány figyelmét arra, hogy nem tekinthet el attól a több százezer aláírástól, amelyek az elmúlt másfél hónap leforgása alatt gyűltek össze. De semnături care au fost date de pensionari din întreaga țară în ultima lună și jumătate. Emlékeztetett, az érvényben lévő törvény értelmében szeptember 1-től a nyugdíjpontnak 40%-kal, azaz a jelenlegi 1265 lejről 1775 lejre kellene emelkednie. A volt munkaügyi miniszter szerint van pénz a nyugdíjemelésre. Példának azt hozza fel, hogy míg a tavaly működő 27 minisztérium 44 milliárd lejt költött javakra és szolgáltatásokra, addig az idén működő 15 minisztérium 51 milliárd lejt fordít ugyanerre a célra. Már itt is van 7 milliárd lej, nyomatékosította Vasilescu.